Szép napot mindenkinek, Batiz András vagyok, az ImpactWorks alapítója, és itt van velem Terrai Tamás barátom is, aki a Quantified Company társalapítója, és ahogy látom, Tamás nem csak a Hawaii inget tudta tartani, amiben megegyeztünk, de ő tényleg a gyerekszobából jelentkezik, igaz Tamás? Igen, abszolút, megcsodálhatjátok a mögöttem lévő matricákat is, igyekszünk. Sajnos nekem a gyerekszoba nem sikerült, mert egyrészt a internetbiztonság, illetve a kislányomnak a környezetismerek projektje az elzárt előlem ezt a lehetőséget. De az a lényeg, hogy itt vagyunk, és hogy tudunk veletek most beszélgetni. Méghozzá egy fontos témáról. Arról, hogy vajon milyen kihívásokkal szembesülnek azok, akik most home office-ba kényszerültek, és milyen praktikus megoldásokat látnak arra, hogy ezzel a helyzettel megküzdjenek. És ezzel kapcsolatban adatokat fogunk tudni nektek végre mutatni, ráadásul nem is egy szimpla felmérésnek vagy kutatásnak az adatait, hanem egy nagyon különleges felmérésnek az adatait, amely sokkal inkább egy közös, nagy, virtuális brainstormingra hajaz, amelyben több százan vettek részt az elmúlt egy-két hétben. Közhely szinte már, ahogy az életünk gyökeresen megváltozott. Ráadásul jó eséllyel nem csak átmenetileg, nem csak arra az időszakra, amíg a lezárások és az enyhítések fogják váltani egymást, addig, amíg vagy egy vakcina, vagy a nyári immunitás ki nem alakul, hanem valószínűleg az azt követő időszakra is, hiszen ki fognak alakulni olyan szokások, olyan berögződések, amelyek utána maradni fognak velünk. És úgy gondoltuk, hogy fontos számotokra is tudni, hogy azok az emberek, az embereitek, akik most otthon ülnek és otthonról dolgoznak, azok milyen nehézségekkel szembesülnek. Azt tudjuk például, hogy frusztráltak. Ha egy amerikai felmérés adatait idézhetem, akkor 50%-uk arról számolt be a megkérdezetteknek, hogy a stressz szintjük, a szorongás szintjük nőtt, jelentősen nőtt azóta, hogy otthonról kell dolgozniuk, amelyben biztos benne van az, hogy nem csak a home office jelent nehézséget, hanem maga az egész járványügyi helyzet. Azt is tudjuk, hogy minél világosabbak az elvárások felé, annál jobban csökkenhet ez a stressz szint. De hogy mik azok a valódi, konkrét kihívások, amikkel találkoznak, és miket tudtak maguknak kitalálni, miket tudnak maguknak kitalálni erre, azt mi igyekeztünk felmérni. Korábban Tamásékkal, a Quantified Company-vel együtt gyakran dolgoztunk employer branding projekteken, amikor különböző szervezeteket próbáltunk megmérni, vagy akár szervezeteken belül egységeket azzal kapcsolatban, hogy ők mit gondolnak saját magukról, a saját értékeikről, illetve milyen kihívásokat látnak a saját szervezetükben. Most ezt a kutatást, ezt a megoldást erre a speciális helyzetre alkalmaztuk, és ennek az eredményeit osztjuk meg veletek a következő körülbelül negyed órában. Tamás, kérlek, hogy röviden mondd el, hogy a kutatásnak, a felmérésnek, ennek a nagy együttműködésnek, nagy brainstormingnek mik voltak, vagy mik a paraméterei. Én, tehát ami fontos, hogy itt nem egy cégnél végeztünk egy felmérést, 150-200 embernek a véleményét fogjátok látni. Ennek a felmérésnek a lefutása az úgy történik, hogy belépnek az egyes emberek, ők látják, hogy a többiek milyen véleményeket adtak hozzá ezekkel a nyitott kérdésekkel kapcsolatban, és utána megszavazhatják ezeket, hogy mennyire értenek egyet velük, vagy hozzá is adhatnak véleményeket. Tehát gyakorlatilag olyan, mintha posztiteket dobálnánk fel egy whiteboardra, és aztán azok alatt szavazatokat helyeznénk el. Ez a menete az egésznek, és két kérdést küldtünk ki, az egyik az, hogy mik a jelenlegi helyzetben a kihívások, illetve általában az otthoni munkavégzéssel kapcsolatos kihívások, és a másik, hogy milyen tippjeitek vannak arra, hogy ezekkel megküzdjünk. Ezeket fogjuk nézni. Nézzük az első kérdést, ami arra vonatkozott, hogy mik a legnagyobb kihívások azzal kapcsolatban, amit otthon megélnek a home office-ba kényszerült munkavállalók. Fontos még egyszer hangsúlyozni, hogy ez nem egy klasszikus kutatás, hanem sokkal inkább egy együttműködés volt azok között, az emberek között, akik beléptek ebbe a kutatásba. És minthogy ennek a platformnak egyéb más elemző lehetőségei is vannak, mielőtt belevágunk abba, hogy megismertessük veletek, hogy mik a konkrét kihívások, amelyekkel szembesülnek, érdemes megnézni két fontos körülményt. Az egyik, hogy mennyire voltak a résztvevők ebben energizáltak, azaz mennyire volt fontos nekik, hogy ezt kitöltsék, vagy ebben részt vegyenek, és ami még ennél is érdekesebb lesz, hogy mennyire voltak a véleményeik nagyjából egy platformon, azaz mennyire értettek egyébként egyet a kihívásokban. Tamás, nézzük meg először az energiaszintjüket a kutatásban a résztvevőknek. Igen, tehát itt a következő szlájdon azt látjátok, hogy alul a sárga
elefánt a kígyóban, vagy a kis hercegben volt, az azt mutatja, hogy az egyes cégeknél milyen energiaszinttel szoktak beszélgetni az emberek. Ez egy kicsit bonyolultnak hangzik, de gyakorlatilag azt képzeljétek el, amint egy sima beszélgetésbe bekapcsolódva. És láttok, hányan szólnak hozzá az emberek, mennyit kapcsolódnak egymáshoz. Ugye itt szavazatokat és véleményeket használunk, tehát hogyha nagyon sok vélemény érkezik, és nagyon sok szavazat érkezik azokra, akkor magas az energiaszint, és itt látszik, hogy ez a téma nagyon mozgatja az embereket, mert az a függőleges csík, amit láttok, az mutatja, hogy ennek a felmérésnek az energiaszintje az elég magas volt. Ha viszont tovább lépünk egyel, akkor látunk egy ennél gyakorlatilag érdekesebb ábrát, hiszen itt a következőben az derül ki, hogy az egyetértés mekkora volt. Érdekes, hogy nagyon megoszlottak a vélemények. Itt is az alsó zöld besatírozott terület az azt mutatja, hogy az ilyen típusú kérdésekben mekkora szokott lenni az egyetértés. Ugye itt minden egyes véleménnyel kapcsolatban kifejezheted az egyetértésedet, a teljes egyetértés és a teljes egyet nem értés skáláján, és itt nagyon-nagyon azt láttuk, hogy megoszlanak a vélemények ahhoz képest, hogy mennyire szoktak egyetérteni az emberek. Szóval ez nagyon érdekes volt, és sokat gondolkoztunk ezeken, és néztük, hogy mi lehet e mögött az ok. És egyelőre úgy tűnik, hogy nem az, hogy különböző szervezetektől, különböző szerepekben lévő emberek léptek be ebbe a gyűjtésbe, hanem valószínűleg az, hogy különböző élethelyzetekben vannak ők. Ami kétségkívül egy olyan új szempont, amit figyelembe kell majd venni akkor is, amikor lépéseket, akciókat próbáltok kitalálni annak érdekében, hogy az emberek ezekkel meg tudjanak küzdeni. Mire gondolunk, amikor az eltérő élethelyzetekről beszélünk? Egy az interneten most keringő kis mém ezt tökéletesen kifejezi. Hát akinek van gyereke, pláne kisgyereke, vagy akinek nincs, annak nagyon eltérőek a kihívásai akkor, amikor ezzel a helyzettel, ezzel az otthon dolgozással, vagy az otthonról történő munkavégzéssel szembesül. De itt az ideje, hogy megmutassuk nektek az eredményeket. Nézzük a top véleményeket a kihívásokról. Itt azt látjátok, hogy mi az a 10 vélemény, amivel a leginkább egyetértettek az emberek. És itt láttok mellette színes pöttyöket, ez azt mutatja, hogy ezen a teljes nem egyetértés, azután mínusz 3-as széle a skálának, a teljes egyetértésig hány ember szavazott ezekre a véleményekre. És az látszik számunkra meglepő módon, hogy még a legnépszerűbb véleményekkel kapcsolatban is nagyon sok egyet nem értés szavazat érkezett be, és ezért gondoljuk, hogy itt nagyon más élethelyzetből, nagyon más megküzdési taktikákkal dolgoznak emberek ebben a helyzetben. Ugye, hogyha el is kezdhetjük ezt föntről nézni, láttok minden egyes vélemény mellett egy számot, a legfőső mellett 1,24, az egy kicsit leegyszerűsítve egy ilyen súlyozott átlag, tehát hogyha mindenki a legnagyobb egyetértése 3-assal szavazott volna erre, akkor itt egy 3-ast látnátok, és látjátok, hogy itt a 10-es listának az alján csak 0,31, tehát ott egy sokkal alacsonyabb egyetértést láthatunk, és az első vélemény az arról szól, hogy a szokásosnál is kevesebb fizikai aktivitás van a mindennapjainkban, ugye ülünk otthon, egy részünknek még kevesebb ideje is van eddig, nem alakítottuk ki azt, hogy hogy tudunk otthon mozogni, tehát ez egy nagyon komoly kihívás mindenkinek, amivel kezdenünk kell valamit. Ha tovább megyünk, és nézzük a második, harmadik, negyedik véleményt, hogy ezekről beszéljük így körülbelül egy csoportban, akkor az látszik, hogy nagyon nehéz valójában a különbséget, a határokat meghúzni akkor, amikor az ember otthonról dolgozik. Egyrészt abból a szempontból, hogy mint munkavállaló, a többi kollégám számára éppen rendelkezésre állok, vagy nem állok rendelkezésre, háboríthatnak, vagy háborgathatnak, vagy nem háborgathatnak. De a harmadik pontban például azt látjátok, hogy nehéznek találják a kitöltők azt, hogy a munka és a nem munka módban valamilyen módon határt szabjanak. Gyorsan hozzáteszem, hogy ez egyébként korábban is igaz volt, abból a szempontból, hogyha az ember otthonról dolgozhat, és túl sok szabadsága van, akkor túl sok szabadság sokszor nem azt eredményezte, hogy akkor jól be tudta osztani, hogy most kevesebbet dolgozom, most meg többet, hanem az, hogy egyre többet és többet dolgozott. Ha megnézzük a 4-es pontot egyébként, akkor például azt is hiányolják, hogy azt is jelentős kihívásnak tartják a kitöltők, hogy nincs idő gyakorlatilag arra, hogy így rákészüljenek, ráhangolódjanak arra, hogy a munkahelyi szituáció következik, vagy a munkavégzés fog most jönni, hiszen nem ér, nem utazik be például a munkahelyére a munkavállaló, hanem otthon ül, és otthonról kell, hogy dolgozzon, ami
így indul el ahhoz képest, hogy éppen befejezte a reggelijét. Igen. A következő véleményekben láthatunk produktivitással kapcsolatos dolgokat is, tehát az látszik, hogy a folyamatos megszakítások alakultak ki, tehát hogy ez most éppen a 20. videokonferencia, vagy hogy a gyerek, vagy a párunk nyit be, az ilyen szempontból mindegy, de hogy hiányolják az emberek azt, hogy nyugodtan dolgozhassanak. Ez az egyik oka, meg a munka és a magánélet összekeveredése annak, hogy nagyon nehéz megtartani azt a jó kialakult munkarendet, amit tök egyszerű egyébként, hogyha az ember föl kell, bemegy a munkahelyre, akkor tipikusan azért ott dolgozik, és aztán tipikusan visszamehet a családja, az is kikapcsolhat. És akkor vannak egy picit még ilyen motivációs, meg lelki okok is, amiket láttunk, hogy könnyen magányossá válnak az emberek, meg elvesztik a motivációkat ezekben a helyzetekben. Ami nekem érdekes volt, hogy ez ellen, ugye itt az utolsó, már egy picit egy ilyen javaslat, az utolsó előtti, hogy valahogy tisztábbá kéne tenni azt, hogy a nap melyik része az, amikor én nyugodtan akarok dolgozni, akár a munkatársaimmal szemben is, vagy akár a családdal szemben is. Tehát ez már egy picit átcsúszik a javaslat részbe, látszik, hogy ez egy komoly gondot okoz. Én pedig éppen a legutolsó pontot szerettem volna kiemelni, nyilván két gyerekes, egy kutyás apaként. Megélem én is a mindennapokban ezt a fajta türelmesség kérdést a családdal és a gyerekekkel, hiszen honnan tudnánk azt, hogy amikor benyitnak abba a szobába, honnan én dolgozom, akkor éppen egy videokonferenciában vagyok benne, vagy nem. De igazából a türelem szóra akartam kiukadni, hogy igen, ebből is látszik, hogy maga a szituáció az komoly stresszt jelent, és az embernek frusztrációt, vagy akár szorongást is jelenthet. És hogyha megnézzük, most nem a mi kutatásunkról beszélek, hanem általában mérésekről, hogy mit várnak el a munkavállalók, munkáltatóiktól, hogy miben kapjanak segítséget, akkor például az, hogy ezzel a stresszel való megküzdést, ezt támogassák, hogy az érzelmi helyzetüket támogassák, hogy abban segítsenek nekik, hogy hogy tudnak megbirkózni ezekkel a szituációkkal. Ez például egy fontos kihívás, kérés a munkavállalók oldaláról a cégük felé. Talán érdemes most megnéznünk azt, hogy hogyan is néznek ki ezek a vélemények, akkor, hogyha megpróbáljuk őket csoportba rendezni. Gyakorlatilag az összes vélemény, nem csak a több tized, de az összeset beraktuk csoportokba, és ha még ennél is jobban le akarjuk egyszerűsíteni ezt a képet, akkor azt láthatjuk, hogy bal oldalt a motiváció és a fittség az gyakorlatilag azt mutatja, hogy valahogy meg kéne tartani az eredeti energiaszintünket, és a jobb oldalon pedig azt látszik, hogy produktívnak, hatékonynak kellene maradnunk ebben a helyzetben. Tehát e körül, a kettő körül keringünk gyakorlatilag ezekkel a kérdésekkel. Érdemes lenne megnézni még valamit. Meg tudjuk nektek mutatni, hogy ha megnézzük a csoportbontásokat, hiszen a kutatásban való részvétel előtt megkérdeztük a résztvevőket arról, hogy mekkora, milyen cégnél dolgozik, és egyébként beosztott-e vagy team leader, tehát vezető pozícióban van-e, hogy egyébként ebből a szempontból látszanak-e összefüggések. És mielőtt elmagyarázom ezt az ábrát, az a kulcs következtetése ennek, hogy igazából nem attól függenek a kihívások, hogy valaki egy nagyobb vagy egy kisebb szervezetben dolgozik, hogy valaki team leader vagy éppen egy csapat tagként látja el a munkáját, hanem sokkal inkább valami mástól. Miből látszik ez? Abból látszik, hogy zölddel, meg nagyon erős zölddel látjátok azt a területet, ahol valakinek a véleménye az átlagtól pozitív irányban eltér, pirossal, enyhe pirossal látjátok, hogy egy bizonyos csoportnak az átlagtól negatív irányban eltér a véleménye. Ha nagyon függene attól a véleményük, vagy a véleményük eltérése a többitől, hogy mondjuk team leaderként, vagy csapattagként, kicsi vagy nagy cégnél dolgoznának, akkor egész oszlopok lennének pirosak vagy zöldek. Ezt nem látjuk. Tehát arra következtetünk ebből, persze ezt érdemes lenne tovább vizsgálni, kérlek meg Tamás, ezt erősítsd meg, vagy cáfold meg, amit mondok, de hogy sokkal inkább az egyéni élethelyzet lehet az, ami a kihívásokban meghatározza az erős sorrendet az emberek szempontjából. Mindenképpen ugye itt csak a top véleményeket látjuk, de mi megnéztük az összes véleménnyel kapcsolatos egyetértés, és azt láttuk, hogy itt valamilyen más faktor az, ami mozgatja az embereket. Ezen lehet gondolkozni, hogy ez most élethelyzetet jelent, vagy azt jelenti, hogy mi milyenek vagyunk. Tehát érdekes lenne megnézni, hogy még az extrovertáltak, lehet, hogy az introvertáltak örülnek, hogy végre otthon lehetnek, hogy ki hogy reagál erre a helyzetre. Szóval ezt még érdemes lenne kutatni, hogy a személyiségtípusunktól és az élethelyzetünktől függ az, hogy reagálunk egy ilyen helyzetre. Valószínűleg mind a kettőtől. Azt viszont
kikövetkeztethetjük ebből, vagy legalábbis megpróbálhatjuk ezt a spekulációt komolyan venni, hogy a one size fits all megoldások ebben a helyzetben nem lesznek elegendőek, tehát meg kell próbálni megérteni, hogy az egyes munkavállaló az élethelyzetétől, kicsit a személyiségétől függően milyen típusú támogatást, milyen típusú akciót vagy cselekvést igényel tőlük. És volt egy másik kérdésünk is, ami arra vonatkozott, hogy ti, akik otthon vagytok, és már legalább 2-3 hete küzdötök azzal, hogy nem nice to have megközelítésből vagytok otthon, hanem a need to have-től, és nem mehettek be az irodába, hanem otthonról kell dolgoznotok. Milyen jó gyakorlatokat, trükköket, tippeket, viselkedési mintákat találtok, amik segítenek megküzdeni ezzel a helyzettel. Úgyhogy ez volt a másik nyitott kérdés, amit szintén ebben a brainstormingos megoldásban tettünk fel, mint nyitott kérdést a kitöltőknek, a kutatás résztvevőinek, amelyből hát ismét sok minden látszik. Az energia szintjük az egyébként körülbelül ugyanolyan magas volt ebben a kérdésben is, úgyhogy ezt külön meg sem mutatjuk. Viszont ami egy nagyon érdekes kérdés, hogy az egyetértés vagy egyetemértés szintje, az eltér ennél a kérdésnél a kihívásokkal kapcsolatos kérdésre adott válaszokhoz képest. Itt az látszik, hogy itt is ugye, hogy az előbb a függőleges vékony vonalat kell nézni, az ennek a felmérésnek az egyetértés szintje, tehát megint csak ugye arról van szó, hogy szavazhattunk teljes egyetnemértéssel, vagy teljes egyetértéssel, és akkor megnézzük, hogy mennyire különböznek a vélemények, és itt sokkal jobb volt az egyetértés, egy olyan közepes szintű a többi felmérésünkhez hasonlóan. Tehát a megküzdési taktikákhoz nem a többnyire egyetértetek, hogy mik a jó ötletek ebben a helyzetben, úgyhogy ez valószínűleg egy hasznos tanács, viszont lehet, hogy már mindenkinek más tanácsokat kell ebből kivennie és alkalmaznia. Nézzük a top 10 véleményt. Okay. Az, amiről Tamás az előbb beszélt a vélemények, tehát az egyetértés vagy egyetemértés kérdésköréről, az jól látszik ezen is, hiszen ha bal oldalt nézitek a diának, itt piros korongok nem látszanak. Tehát a legfontosabb, vagy a leginkább egyetértés kiváltó véleményekben azokban egyetértettek. Nagyon kevés volt az, amiben voltak egyet nem értők jelentős számban. És ha megnézitek azt a bizonyos súlyozott átlagra emlékeztető pontszámot, a 10 vélemény mellett, ugye a top 10 véleményből a legfontosabb, vagy a legnépszerűbb az 1,15-öt ért el, a legkevésbé népszerű, de még mindig a top 10-ben tartozó pedig 0,95-öt, amit meg alul láttok. Ezek azért nincsenek messze egymástól, tehát ebben azt lehet mondani, hogy nagyjából egyformán, majdnem egyformán hisznek azok, akik vélemény nyilvánítottak ezekben a kérdésekben. És ha megnézzük rögtön az elsőt, akkor az látszik, hogy persze, ezek között vannak kézenfekvőek is. Ki lehet használni azt az időt, amit az ember nyer azzal, hogy nem kell bebújnia a munkahelyére. Ne felejtsétek el, kihívásként ott volt, hogy hát azonnal be tudok lépni az irodámba, és azonnal be kell kapcsolnom a munkamódot, nincs fölvezetés, ez egy probléma. Ugyanakkor megoldás lehet, és azt találták azok, akik ebben kitöltőként részt vettek, hogy ki lehet használni ezt az extra időt jó dolgokra is. Az én személyes kedvenceim, azok érdekesek, mert igazából egy ilyen lelki problémára adnak választ, és rituálékat hoznak be. Tehát azt mondják, hogy bizonyos módon nekünk segítenünk kell azt, hogy kibe tudjunk kapcsolni a munkába, fókuszálni tudjunk. Hogyha megnézitek például a másodikat, hogy tudatosan fognunk el azt a számítógépet, amin dolgozunk napközben, és a nap végén, amikor azt gondoljuk, hogy elég volt a munkából, el kell raknunk valahol egy zárt helyre, akkor nem lesz olyan késztetésünk, hogy újra leüljünk, és elkezdjünk dolgozni. Ugye itt van a munkakörnyezettel kapcsolatban is mindannyiunknak tennivalója, tehát itt be kell rendezni, látszik, hogy nagyon jó, hogyha nem az ebédlőasztalról dolgozunk, hanem egy ki tudunk alakítani külön kis sarkot, ahol dolgozunk. Szóval én is dolgoztam egy csomót, és volt még ez például, hogy próbáljuk megtartani az eredeti szokásunk alulról a negyedik. Próbáljunk kialakítani egy normális napot, tehát hogy keljünk fel akár egy ébresztőre, normálisan öltözzünk fel, normálisan együnk, és utána menjünk dolgozni. Akár még le is zuhanyozhatunk egy ilyen kiélezett helyzetben is. Szóval ezek mind abban segítenek, hogy átkapcsoljunk a munka és a nem munka mód között. Tehát igazából ezek ilyen irracionális dolgok, de nagyon fontosak lehetnek. És a másik nagyobb csoport azok produktivitással kapcsolódnak össze. Tehát itt a harmadik, hogy vezessünk egy napi to-do listát, amit be akarunk fejezni, vagy mindenképpen be akarunk fejezni, ez minden nap fontos, de egy ilyen helyzetben még fontosabb, hogy képben maradjunk és tartsuk a prioritásainkat. Ugyan ehhez hasonló, azt mondja, hogy
az utolsó előtti, ugyanezt mondja gyakorlatilag, hogy állítsunk be napi célokat, amiket el akarunk érni. És van még egy pár, ami inkább erre a speciális helyzetre ad megoldást, tehát hogy szerezzünk be egy otthoni biciklit, vagy kapcsolódjunk be online jogába, ez arra kihívással ad választ, hogy maradunk fizikailag fittek, hogyha be vagyunk zárva egész nap. Ezek is nagyon fontosak ahhoz, hogy képesek legyünk normálisan dolgozni. És van még egy nagyon érdekes, azt mondja, hogy az 1.07-es számmal alulról az 1-3-4-5-ig. Ez egy nagyon érdekes dolgot mutat, még picit ellentmondásos. Azt mondja, hogy te, mint egy csapattag, ne várd meg, hogy a csapatod másik tagjai vagy a vezetők hívjanak téged, hanem hozzáll te is össze videóhívásokat, hogyha egyedül érzed magadat. És egy picit ezt láttam ebbe az egész felmérés mögött, hogy itt egy picit így a motiváció, az egyedül lét van az egyik oldalon, és a produktivitás a másik oldalon. Tehát az látszik, hogy tök jó, motiválnunk kell egymást, beszéljünk többet ezeken a csatornákon, de valahogy ezt úgy kellene megoldani, hogy ez ne menjen a produktivitás kárára, mert a csapat másik fele meg attól van teljesen frusztrált állapotban, hogy nem tud nyugodtan dolgozni. Tehát valószínűleg ki kéne alakítanunk olyan időzónákat, amikor az egyik vagy a másik kerül előtérbe. Hozzáteszem gyorsan, csak egy rövid kitekintés, hogy egyelőre, hogyha megnézzük, hogy mit lehet várni a következő időszaktól, ez egy ilyen bizonytalan zóna, hogy a produktivitást javítani vagy javítani fogja ez az otthonról végzett munka. Az eddigi, persze korábbi időszakban készült kutatások abszolút megosztanak ebben. Van, ahol azt találták, hogy kifejezetten segíti, van, ahol hosszabb ideig tartott egy projekt attól, mert azt otthonról akarták elvégezni. De rákapcsolódva arra, amiről a Tamás beszélt az előbb, a csapattagok motivációjáról, együttműködéséről. A legutolsó pont, 0.95-tel jelölt a legalsó, ami egyébként nincs nagyon messze népszerűségben a felsőtől. Ez nagyon tetszett nekem, ez a támogasd a team leaderedet az átmeneti időszak alatt. Tehát, hogy ez a fajta motiváció nem csak fölülről lefelé, hanem alulról fölfelé is, mint megoldásként megjelenik. Tehát az egymás támogatása, az egymás motiválása, az egy fontos megküzdési stratégia lehet ebben a helyzetben. Itt is van egy összefoglaló diánk, amit meg tudunk nektek mutatni. Hát itt már az látszott, hogy gyakorlatilag nincs egy egységes kép, és minden területre érkeztek be válaszok, tehát itt nem tudjuk ezt már annyira leegyszerűsíteni, mint az elsőt. Ebből is azt gondoljuk mi, hogy valószínűleg mindenkinek ki kell választani a saját kedvenceit, és azokat alkalmazni a mindennapi életébe, attól függően, hogy ő milyen élethelyzetben, és neki éppen milyen frusztrációi vannak. Meg tudjuk nézni azt is, és megmutatnánk nektek azt is, hogy tulajdonképpen akkor mik is voltak a legfontosabb vélemények, amelyek a legnagyobb támogatást kapták ebben a közös brainstormingban. És itt az látszik, hogy gyakorlatilag a kihívások közül a mozgáshiány, a háborítatlan idő, ezeknek a különböző működési módoknak az összekeverése, a motiváció hiánya és a türelmetlenség, a frusztráltság az, ami a leginkább kihívást jelent azoknak, annak a kb. 200 embernek, aki ebben a kutatásban, közös gondolkodásban részt vett. Igen, és hogyha a megoldási oldalt is egy kicsit összesűrítjük, akkor az látszik, hogy akinek lett több ideje, az próbálja valami újat tanulni, mert ez motiválni fogja, hogy nem csak rossz van ebben a helyzetben, hanem valamit el is érhetünk ebben a helyzetben, ez egyre érdekesebb, meg izgalmasabb minta lesz a következőkben. Mindenképpen vezessetek to-do-listát, hogy befejezzétek a napi dolgokat, hogy fókuszban tudjatok maradni, és megmaradjon az irány. Mindenképp alakítsatok ki egy külön dolgozó szobát vagy sarkot, hogyha ez lehetséges, tartsátok meg a napi ritmusatokat, és valahogy próbáljatok meg sportolni egy kicsit, ha nem fekvő támaszokat, valamit, amit otthon is meg tudtok oldani. Természetesen tanácsadók is vagyunk, éppen ezért igyekeztünk mi is végig gondolni, mi az, amit mi javasolnánk mindez alapján, amit láttunk, erről is hadd mutassunk nektek néhány gondolatot. Igen, ezek már olyan dolgok, eddig arról beszéltünk, meg olyan szemszögből jöttek be ebbe a gyűjtésbe az emberek, hogy nekik magánemberként milyen feszültségeik és ötleteik vannak. És egy picit azt akarjuk átgondolni veletek, hogy mit tett egy cég, mit tett egy vezető, mit tett egy HRS, hogy megkönnyítse ezeket. Milyen szabályokat, processzeket lehet változtatni ahhoz, hogy egy kicsit hatékonyabban dolgozunk ebben a helyzetben. Ugye azt már előkerült
a felmérésben magánemberként is mondtuk azt, hogy tök jó lenne, hogyha be tudnánk állítani, hogy mikor vannak olyan időzónák, amikor nem fogjuk zavarni egymást. Ezt azért csapatszinten egy-egy menedzser, vagy egy csapat, hogyha összefog, is meg tudja tenni, és azt mondja, már pedig ettől eddig hívogatjuk egymást, ettől egyik hagyjuk, hogy elmerült munkát végezzünk, és aztán megkérhetjük a családot is, hogy ezt próbálja tiszteletben tartani. A második pont az az, hogy ez lehetőség, ez a furcsa helyzet arra, hogy esetleg kidobjunk olyan dolgokat, amiket lassítanak minket a napi munkába. Kidobjunk szabályokat. Ugye látszik, eddig a legtöbb céggel, ami felmérést végeztünk, ott mindenhol előjött, hogy mennyire szeretnének otthonról dolgozni, hát ezt most mindannyian megkaptuk. Lehet, hogy vannak még ilyen szabályok, amiktől meg lehet szabadulni. Ugye előjöhet egy olyan helyzet, amikor a HRS vagy a menedzser segítheti azt, hogy a motivációját megtartsa a kis csapatának. Tehát itt azt ajánljuk, hogy hozzatok össze direkt erre olyan kis beszélgetéseket, amikor valakinek a vezetésével mindenki elmondja, hogy hogy van, csináltok egy virtuális ebédet, vagy akár bevontok ebbe külső embert, és egy kicsit lazítjátok az embereket, meg hagyjátok, hogy átbeszéljék a problémáikat. És akkor láttunk még egy érdekes dolgot még a múltban, ami itt most kifejezetten hasznos lehet, hogy nagyon sok cég elkezdett olyan sportkihívás appokat használni, legyen az webes, vagy egy sima applikáció a mobiltelefonon, ahol beléphettek az emberek, és nézhették, hogy valamilyen kis sportban, egy kis mozgásban ki hogy áll, kik a legügyesebbek, vagy ami még érdekesebb, hogy egyes csapatok egymáshoz képest hogy állnak. Ezeket ugye lehet már gyerekekkel is csinálni, tehát családosoknak beállíthatunk ilyen kihívásokat, amikor ők a gyerekkel együtt csinálnak, valamit gyűjtögetnek pontokat, nézik, hogy a másik hogy küzd meg ezzel a helyzettel. Ez szinte nagyon izgalmas lehet, és ezt is elő tudja segíteni egy HR vagy egy menedzser. Konkrétan hiszünk benne, hogy érdemes olyan workshopokat ebben a virtuális térben is tartani, amelyekben megtanulhatják a csapattagok azt, hogy hogyan tudnak jobban együttműködni, és hogyan tudják egymást motiválni jobban, hiszen teljesen más eszközökre lehet szükség ebben a környezetben, mint egy valós face-to-face, egy valós fizikai helyzetben történő kommunikáció során. És hát a zárópont, nem véletlenül szeretnénk azt javasolni, hogy miután nagyon az a benyomásuk, hogy egyéni megoldásokra van szükség, élethelyzettől függően sok szempontból, ezért érdemes minél többet megtudni arról, hogy a mi munkatársaink, a ti munkatársaitok mit szeretnének, hogy mire van szükségünk. És nem csak azt lehet kérdezni tőlük, hogy a home office-szal kapcsolatban mire lehet szükségük, hiszen ezt körülbelül most már talán tudjuk is, legalábbis egy ilyen nagy átfogó képet ebből láttunk, hanem más fontos területeknél is lehet őket kérdezni. Azt érezzük mi, ahogy együtt dolgozunk a partner cégénkkel, hogy egyre mélyebb kérdéseket fogunk feltenni nekik. Tehát most elindítottuk ezt, hogy mi történik az otthoni munkavégzéssel kapcsolatban, ez ugye majd megadja azokat a kereteket, hogy egyáltalán produktívan tudjunk dolgozni. Mindenki megtanulja, hogy lehalkítsa a mikrofonját, hogyha éppen nem beszél, mindenki kialakítsa az otthoni internet kapcsolatot. De utána jönnek majd azért izgalmasabb kérdések, és ezen a héten van már olyan partnercégünk, akivel ilyen felmérést futtatunk, hogy erősíthetünk meg ebben a krízisben. Mi az, amit alkalmat ad arra, hogy újra formáljuk a folyamatainkat, magunkat, a termékünket. Mi az, amit elérhetünk ebben az időszakban, hogy legalább olyan erősen kerüljünk ki ebből a helyzetből, mint hogy bementünk ebbe. Ezek nagyon, nagyon izgalmas kérdések lesznek, mert ez már felkészül arra, hogy mi történik majd, amikor visszáll valamennyire a normális kerékvágásba. Az utolsó csoport, amit szintén nagyon izgalmas volt látni, ez talán a legmélyebb employer branding kérdés most. Ugye azt láttuk, hogy a különböző krízisek nagyon erősen hatnak arra, hogy mit jegyzünk meg egy brandről, mit jegyzünk meg a munkavállalónkról. Tehát lehet, hogy ezt most nézhetjük úgy, mint egy alkalmat, és megkérdezhetjük a munkatársunkat, hogy hogy tudnánk neked, hogy tudnánk a családodnak, mi mint cég közösen segíteni, hogy megküzdje ezzel a helyzettel. Ez nagyon izgalmas lehet arra, hogy úgy gondoljunk vissza a cégünkre, mint aki segített, átsegített minket egy ilyen helyzeten. Nyilván el kell mondani, hogy milyen elvárásokkal lehet ennek nekivágni, hogy nehogy hamis elvárások legyenek a csapatban ezzel kapcsolatban. Sokkal több a kérdés, mint amennyi választunk van.
még a legkomolyabb, legnagyobb tanácsadó cégeknek a vaskos anyagai is lehet, hogy ma még érvényesek, de egy vagy két év múlva nem lesznek már azok, ha csak nem 100 különböző szenáriót foglaltak benne össze, mert változik a helyzet. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy mindenkinek megvan, minden egyes cégnek megvan az egyéni célja. Szerintem ezek nagyjából ugyanazok, hogy a kollégáinkat biztonságban tudjuk, és tudjuk azt, hogy tudjanak dolgozni, és ez megfelelő környezetet, amiben tudunk segítsünk. Tudjuk azt is, hogy muszáj az ügyfeleinkkel a kapcsolatot újra felvenni és megtalálni a közös hangot, és azt is tudjuk, hogy meg kell valamilyen módon védeni a saját üzletünket ahhoz, hogy legalább ugyanilyen erősen, vagy talán erősebben keveredjünk majd ki ebben a szituációban, ebben a válságban. Ezek talán egyéni vagy cég szintjén egyedül elvégzendő feladatok. De azért hiszünk abban, hogy ebben a szituációban mégsem vagyunk, vagy mégsem szabad, hogy teljesen egyedül maradjunk. Igaz, Tamás? Igen, ahogy azt hiszem a Dalai Láma mondta egyszer, hogy a szenvedés arra jó, hogy összekösse az embereket. Tehát ha valami pozitívum van ebben, akkor az az, hogy ebben közösen vagyunk ebben a nehéz helyzetben, és ez talán valamennyire össze is köt minket. Úgyhogy a kedvenc Instagram influencerünknek a képével fogunk elbúcsúzni, és reméljük, hogy ti is így érzitek, és nem lesz teljesen elizolálva otthon. Sok közös gondolkodást kívánunk, vigyázzatok magatokra! Sziasztok!